A Kis-Duna mente jelenleg regionális zöld folyosóként működik, az egyes fokozatú törvényi védelem vonatkozik rá. Abban az esetben, ha besorolják az Európai Unió által létrehozott összefüggő ökológiai hálózatba a Natura 2000-be, akkor még szigorúbb lesz a törvényi védelem. Ez azt a célt szolgálná, hogy megóvják az itt élő növényi és állatfajokat a kipusztulástól. Bizonyos fajok, ezek általában a vidrán, a hódon kívül még a többi faj, ami véget tesz, be lesz ide sorolva, ezek halfajok. Tehát különböző halak, amik már jelenleg is a Kis-Dunába élnek, de ők a létezésük küszöbén vannak, tehát nem azok a életföltételek, amikben most ők leledzenek, az nem a legoptimálisabb. Tehát nem csak az, hogy valahogyan megéljenek ezen a területen, hanem fejlődőképes populációkat is alkossanak. Maga a víz, a vízpart, ezek úgynevezett élőhelyek, amik védelemre szorulnak. Ilyen a ligeterdő, nem olyan könnyű lesz őket eltávolítani, mintha egyes fokozatban nőnének. A rendelkezés a mezőgazdasági munkákat csak akkor gátolná a térségben, ha azok zavarják az élővilágot. A gazdák továbbá támogatást kérhetnek a területek fenntartására. A Kis-Duna környékek kedvelt kirándulóhely is, a túrázóknak és a kerékpározóknak is élményt nyújt. Az, hogy a tájvédelmi körzet része lesz-e a terület, előbb a szlovák kormány, majd az Európai Bizottság adja jóvá.